Adj pár banánt is a kicsiknek. Köszönöm. Délben még mindenkinek jut banán és zsemle is a berlini élelmiszerbank kamrájából. De gyorsan fogynak az élelmiszerek, az önkéntesek pedig ki sem látnak a munkából. Ez a lerakat heti mintegy 350 háztartást lát el, de még többen jönnének. Az ukrajnai háború kitörése óta csínyán kell bánni az étellel. Egy kicsit jobban belegondol az ember, sokkal jobban, Ukrajnával kapcsolatban is. Egyre kevesebb az élelem. Az ukrajnai háború miatt még kevesebb élelmet kapunk. A táfelnevet viselő élelmiszerbank 350 ehhez hasonló kamrát üzemeltet Németország szerte. Azt mondják, az elmúlt hónapokban megduplázódott a kereslet. Még a rendszeres jövedelemmel rendelkezők sem mindig tudják megfizetni az alapvető élelmiszereket. Manapság mindent megvesznek, mert élelmiszerhiány van. Tényleg mindent. A berlini kamrát Irmgard Sadach vezeti. Egyre többen regisztrálnak nála. Most például egy Ukrajnából frissen menekült család érkezett hozzá. De itt a környéken is egyre többen vannak olyanok, akiknek alaposan be kell osztaniuk a havi keresetüket az élelmiszerárak inflációja miatt. Sok a nyugdíjas például, és sok a több gyerekes család. A rendszer azonban csak akkor működik, ha az élelmiszerbankokba elég adomány érkezik. Ez viszont csökkenőben van. Mivel bizonyos élelmiszerek már most is hiányoznak a boltokból, azokból most sem érkezik adomány. A liszt és az étolaj hiányzik lett. Csak álmodozhatunk róluk. Se lisztet, se olajat nem kapunk, hiszen ezeket most a vásárlók sem tudják megvenni a boltokban. Egész Németországban hiány van napraforgó olajból, lisztből és rizsből, így az emberek most inkább maguknak raktároznak be, az emelkedő árak ellenére is. Berlin élelmiszerbankjai pedig aggódnak a jövőjük miatt.